Huber Frank Pál Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, a darab egyik főszereplője, és egyben rendezője van itt velünk a stúdióban. Jó estét, jó kívánok. Estét kívánok! Jó estét kívánok! Anélkül, hogy különösebben lelőnénk mondjuk a történet legizgalmasabb fordulatait, miről szól ez a darab így nagy vonalakban? A félelemről, attól, hogy valami háború kitör. De nem azért választottuk sajnos ezt a helyzet, ami most van, az aztán később jelent meg maga a felkérés, a gondolat, hogy ezt a darabot elővegyük és bemutassuk. Ugye Zsák Sándor 80-as években írta ezt a darabot, akkor Zalaegerszegen játszották, az egy 2,5 éves felkérés. Most jutottunk el odáig, hogy túl voltunk ugye a pandémián, és akkor bemutassuk ezt az előadást. És valóban itt van egy házas pár, ahol itt a hangsúlyos gondolat a férfinél van, aki megélte ugye a második világháborút, a 50-es éveket, 56-ot, stb. És egy olyan reflex alakult ki benne, hogy neki föl kell készülni ebben a világban, ahol mindenki fegyverkezik, és mindig azt halljuk, hogy újabb és újabb fegyverek vannak arra, hogy itt valami támadás lesz, és ő úgy érzi, hogy annyira egyedül maradt, hogy neki kell megvédeni a családot, és egy ilyen alföldi tanyán, egy kútban 5,5 méter mélyen kialakít egy bunkert, amely még az unokáival is elférne akár, és ott védőberendezésekkel körülveszi magát, és arra készül, hogy bármelyik pillanatban kitörhet, és a feleségét is erre gyakorlatoztatja, és ebből aztán fakad egy ilyen nagyon érdekes kétfelvonásos történet. Lezsák Sándorral láttam egy rövidke kis beszélgetést ennek a darabnak a létrejöttéről, és azt mondja, hogy a 70-es években utazgatott Nyugat-Európában, és már akkor ott lehetett kapni ilyen mindenféle kütyüket, készülékeket, amik a túléléshez segíthették volna hozzá azt, aki megvette, és hogy ott indult el ez a gondolat, ez az alap bogárka, hogy ebből hogyan lehetne aztán egy ilyen színdarabot létrehozni. Tehát ez egy velünk élő ősi félelem kitárgyalása. Magam is szembesültem ebben, amikor így kutakodtam egy picit, és a világhálón láttam, hogy vannak cégek, akik erre szakosodnak, és be is mutatják akár kis videókon, hogy egy kapszulaszerűséget beépítenek a föld alá, és ott teljes komfort van, és hogyha alkalom van, akkor egy rejtett lejáraton le lehet menni a föld alá. Hát elég ennek egyébként bizarr. Most iszonyú nagy divatja van, tehát most nem csak a nemrég kitört háború miatt, de prepper csoportok vannak a Facebookon, ahol azt lehet megbeszélni és kitárgyalni, hogy esetleges atomkatasztrófa, világháború vagy ökokatasztrófa esetén mit kell magaddal vinni, hogy kell felkészülni, hogy kell túlélni, tehát igen. Hogy ez egy szomorú aktualitás a darabban és a jelenben. Igen, hát ez egy elég félelmetes dolog, meg aki látta a darabot, mondta, hogy aki kicsit klausztrofóbiás, annak úgy lassan kialakul egy ilyen érzete. Nagyszerű a színpadkép, és szeretném megdicsérni a Veszprémi Petőfi Színház csapatát, hiszen ők állították alá, gyártották a díszletet, nagyon sok mindent meglévő anyagból, bútorból, hiszen ilyenkor aztán elő lehet hozni, ugye a balatoni nyaralókban jól ismert laborra és minden hókeddiket, ilyesmiket tényleg nagyszerű munkát végeztek, és tényleg az is fontos, hogy Vas Adna, aki a Márai Sándor Színháznak a vezetője, ő kért föl, és annak idején hát vele kötöttünk egy ilyen együttműködést ebben az ügyben. Tehát ez egy közös produkció, úgyhogy Budapesten is fogjuk majd játszani, amint elkészül az a színház, és szeretnénk utazni is természetesen több helyen megmutatni. Azt gondolom, hogy ezek az együttműködések fontosak, most még inkább fontosak lesznek ebben az időszakban a vidéki színházak között is, ahol hangsúlyozottan az nagyszerű munkák folynak, óriási életpályák alakulnak ki. Felhívom mindenki figyelmét, hogy figyeljen oda a vidéki színjátszásra, mert tényleg csodálatos alkotásokat lehet látni. És hát Budapest vidéknek is érdemes együttműködni, meg egyáltalán mindenkinek most kezet fogni, egymás szemébe nézni, eltenni a különbségeket, és hát azt a szeretett kapcsolatot létrehozni, amely a kultúrán belül is fontos. Ideig
idézném egy pillanatra a polgármester urat, Porga Gyula urat, aki azt mondta, hogy a Titanicon is az utolsó pillanatig játszottak. De remélem azért nem a Titanicon ülünk most, de a kultúrára és a szépségre, a szeretetre, a harmóniára szükségünk van. Rendezed és szerepelsz is ebben a darabban. Amikor ez egy fura helyzet, vagy ez megszokott már? Ez semmi különböző? Furcsa helyzetben valami, őszintén itt azért elő kellett vennem a több évtizedes tapasztalatomat, azt az ízlésvilágot, meg szakmai gondolkodást, amelyet azért nagyon sok mestertől tanultam. Ez egy realista darab, realizmust azért elég sűrűn láttunk ott a Vígszínházban is, sokat tanultam, Veszprémben is, és azt is megtanultam, hogy az ember nagyon hitelesen és elmélyülten gondolkodik és játszik, akkor megtalálja azokat a szituációkat is, és azt a hangot, azt a játékmódot, amely hitelessé teszi magát a történetet. Nagyszerű játszópartnerem Módri Györgyi, aki kiválóan érti ezt a fajta játékot, nagyon való neki a szerep, és aztán meghívtam Szilágyi Tibort is két nappal ezelőtt, hogy nézzem már rá, és akkor biztasson bennünket. Hát ez megtörtént, úgyhogy nagyon várjuk a közönséget. Szerző úr is nagyon meg volt elégedve a tegnapi főpróbán. Egyébként rendezőként és főszereplőként is téged mi érdekelt leginkább ebben a darabban? Mi volt, ami legizgalmasabb kérdés volt? Hát tulajdonképpen ez a dolog most, hogy ez így kitört, ez volt érdekes, hogy milyen az, amikor az embernek van egy bekattanása. Én most játszom az esőembert is, és az esőemberben is van egy ilyen dolog. Ugye az attól való félelem, hogy ezen a spektrumon túl itt nem szeretnék találkozni, mert az félelmetes. És itt meg ez, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a háború. Vagy a Novecento, amit szintén csinálok, az is egy ilyen hosszú, ezek nagy darabok, és azért edzett vagyok egy kicsit, hogy a szellemileg befogadni ezt a rengeteg szöveget, mert hihetetlen, órákig tartó szövegek ezek, hogy ott is van egyfajta kattanás arra, hogy nem szállok ki, mert a világ olyan hatalmas. A hajóban az egyik végétől a másikig tart, csak a világ 88 billentyűn belül pedig szabad vagy. És ez a lelki szabadság, amire most nekünk is szükségünk van még, hogy, és erre jó alkalom a művészet, a kultúra, a szépség befogadása, az esztétikum, nem tudom, hogy ezeket komolyan vegyük, és most inkább ne hedonista módon akarjuk zabálni az életet, hanem lelkileg megélni és megkeresni a kapcsolatokat. Kicsit átgondoltabban. Holnap tehát premier. Buta kérdés, hogy ilyenkor mire számít a rendező főszereplő? És hogy nagyobb súly nehetedik. A Jóisten kezében vagyunk. Amit meg lehetett tenni, megtettétek. Hagyni kell a dolgokat működni. Tehát nem kell mindig mindenbe beleavatkozni, most már engedni kell, hogy meg működjön, én is működjek, minden működjön, és akkor majd megszületik egyfajta szabad dolog. Nem lehet ezeket erőltetni. Ez hát ilyenkor szabad. Nincs görcsös izgalom benned akkor. Hát nem szabad, fölösleges. És akkor mi van? És ha elrontja az ember, akkor most mi történik? Nem ez a probléma. Nem. Ez majd megszületik, és reméljük jó lesz. Legyen egészség, boldogság, siker, pénz, ahogy ez nálunk mondás a színházban, és béke. Legyen így, köszönjük szépen, hogy eljöttél, sok sikert. Köszönjük szépen. Kézés lábtörést. Köszönöm.